Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk Gundel Takács Gábor, a MOB kommunikációs igazgatója, és az olimpián, a téli olimpián a MOB sajtóattaséja. Köszönöm, hogy eljöttél hozzá. Örömmel, szia. Szeretném, hogyha mindenről beszámolnál, ami ott történt, hogy mi volt a feladatod, mit csináltál, mikor kellett intézkedni, mi volt a legnagyobb élmény, mi volt a legnehezebb része, de akkor kezdjük a sajtóattaséval, jó? Mi különbözteti meg a sajtóattasét a kommunikációs igazgatótól? Hát én általában vagyok kommunikációs igazgatója a Magyar Olimpiai Bizottságnak. A sajtóattasé az egy olyan funkció, hogy minden országnak, aki részt vesz az olimpián, ki kell jelölni egy sajtóattasét. Illetőleg mondjuk az amerikaiaknak a nyári olimpián mondjuk 3 volt, mert annyi amerikai sportoló volt, és igazából a sajtóattasé az, aki a Magyar Olimpiai csapatnak a tagja, a Nemzeti Olimpiai Bizottság képviseletében van ott, de segíti azt, hogy az újságírók, illetve a csapat közötti munka gördülékeny legyen. Szóval például az úgynevezett mix zónában találkozik egymással az újságíró meg a sportoló. Ahhoz, hogy a sportoló hogy jut el a mix zónában, ebben segíteni, vagy abban, hogyha olyan alkalommal akar egy újságíró interjút csinálni, ami nem feltétlen az esemény után van, abban, hogy vannak például kiemelt események, kiemelt versenyek, amire nagyon nagy az érdeklődés, és arra nem lehet bemenni csak akkreditációval, hanem külön jegy kell hozzá, azt az én dolgom elosztani az újságírók között, hogy végül is akkor ki tud bemenni, ki nem tud bemenni, stb. Szóval nekem az a dolgom, hogy segítsem az újságírók és a sportolók, illetve a csapat közötti kapcsolatot, segítem az újságírók munkáját is, ugyanakkor vigyázok a sportolókra. Mert azért... Iszonyú empátia kell ehhez, hogy ezt össze lehessen hozni egy olyan helyzetben, amikor valaki éppen a legboldogabb pillanatát éli, vagy amikor éppen a pokolban jár, és közben pedig mindenki rá kíváncsi. Igen, hát ugye például a mostani olimpián és a téli olimpián ugye azért voltak sikerek. A sajtó persze szét szeretné szedni az emberkéket, de neki 2 nap múlva is lesz versenye, tehát igen, a sajtó rendelkezésére kell állni, de pihenni is kéne, gyúrni kéne, levezetni, táplálkozni, aludni, másnap fölkészülni, mentálisan ráhangolódni, stb. Most ezt összehozni... Hogy mérlegelsz? Hát én ilyenkor egyeztetek a sportolóval. Van olyan sportoló, aki ilyenkor begubózik, befelé figyel, stb. Van, aki meg jobban szereti, hogyha közben történik valami. Ráadásul ez a két olimpia abból a szempontból nagyon monoton volt, hogy a sportolók nem mehettek ki a faluból egy kicsit sétálni, vagy szétnézni, vagy elmenni egy másik sporteseményre, hanem a saját sporteseménye volt, a falu volt, meg a kettő között a busz, és a nagy élmény az étkezde volt, vagy ha lement a mosodába. Na most van, aki ezt szereti megtörni, és szereti, hogyha mondjuk közben beszélhet egy újságíróval, vagy történik vele valami. Van, aki ezt nem szereti. Csak hogy a két liufiút mondjam, az Ádó inkább egy zárkozott emberke, a Sanyi meg nagyon kommunikatív, tehát ő szívesen nyilatkozik. De például, amikor tőle elvették az 1000-es olimpiai aranyat, akkor ő utána nem nyilatkozott. Tehát szemtanúja voltam, hogy keresztül ment a mix zónán, és nem állt meg. Egyébként egy nagyon okos dolog volt valószínűleg. Igen. De utána kezelni kellett nyilván a sajtó felé. Igen, de azt gondolom, hogy ha az ember ezeket a helyzeteket jól kezeli, akkor az újságírók is megértőek. Mondok egy példát. A nyári olimpián volt egy sportolónk, aki nagyon-nagyon csalódott volt az eredménye miatt. És a mix zónában olyan dolgokat mondott, amit valószínűleg ő is megbánt volna. És 2 újságíró volt ott akkor csak szerencsére, mert nem mehettek be többen a mix zónába, az MTI-től egy kolléga és a Nemzeti Sporttól egy kolléga. És azt ők ketten, a 2 újságíró azt gondolta, hogy ők ezt most nem fogják megírni. Nekem az volt a dolgom, hogy szaladjak már el az MTV-s kollégához, hogy nekik mit mondott a tévébe. És mivel ott nem mondott ilyen dolgokat, ezért ők úgy döntöttek, hogy ők nem írják meg, mert tudták, hogy ártanak a sportolónak. Tehát azért ilyen a sajtót sokszor beállítják, hogy hiéna, meg bulvár, stb. De azért ezek a sportújságírók zömmel ebben a világban élnek. Ezekkel a sportolókkal van évekig, évtizedekig kapcsolatuk. És azért igen, megírnak sok mindent, van is, amit meg is kell írni, de arra is láttam példát, hogy ők vigyáznak inkább a sportolóra. Tehát ebben az esetben is mindenki tudta, hogy a Sanyit most békén kell hagyni. Majd beszélni fog, ha eljön az ideje, mint ahogy beszélt is. Úgyhogy azért ez egy ilyen kölcsönös munka, és mindenki igazából azon van, hogy ez jól működjön. És tehát van, amikor jó a sportoló, hogy én például megkérdeztem a Sanyit másnap, ennek a versenynek a másnapján, ott voltunk együtt a faluban. Na figyelj, ha szeretnéd kibeszélni magadból, akkor itt van, csináljunk egy interjút. És először azt mondta, hogy jó, és aztán 2 óra múlva üzent, hogy mégse. Én mindig megkérdezem tőlük ilyen helyzetekben, hogy mivel tudok neked segíteni. Azzal, ha beszéljük ki, csináljunk interjút, menjünk oda, stb., vagy azzal, hogy essünk rajta túl gyorsan. És akkor a sportolója válogatja, hogy
hogy mi a megoldás, tudod? Mennyire bírták ezeket a nagyon szigorú szabályokat? Nem volt ebben probléma, tehát itt a téli olimpián ki se lehetett volna lógni, tehát nem lehetett volna. Ugye a nyári olimpián hallottunk arról példát, hogy sportolók kilógtak valahogy meg. Vagy például a nyári olimpián volt olyan, hogy ugye kapunk autókat használatra, és akkor mondjuk ketten beültünk egy autóba, a Tálai doktorral elmentünk a sportlövészetre, és visszafelé kifogyott az autóból a benzin, és akkor bementünk egy benzinkúthoz, és megtankolt. Tehát gyakorlatilag kimentünk a buborékból, de hát nem lehetett nem kimenni. Itt Pekingben ez föl se vetődött, mert eleve sofőrrel adták az autót, és bezárták az ajtót. Tehát ha lángokba borul az autó, mi nem tudunk kimenekülni, mert be van zárva. Volt olyan, hogy el kellett menni a legtávolabbi helyszínre, Zhangjiakouba, mindegy, 2,5 óra autóval. Az elején bezárt az ajtót, és a végén kinyitotta. És hogyha neked közben valamiért ki kell szállni, nem tudsz kiszállni. Tehát ott pisilsz be, hogy nevén nevezem a dolgot. Tehát ott nem volt itt Pekingben no way, hogy te kiszállj. Tehát semmit igazából nem lehetett. Valójában tényleg csak ez volt, hogy ott a faluban éltek, ott próbáltak valamilyen módon, hogy az egyik napról a másikra, egyik versenyről a másikra készülni. Nyilván azért ebben nekik nagyon sok rutinjuk van. Mindenki tudja már, hogy mire van szüksége. Itt most nagyon-nagyon tágas szobák voltak, mindenkinek külön szobája volt. Tehát mindenki magára tudta csukni az ajtót, ha arra volt szüksége, és tudott a többiekkel társasozni, vagy valamit csinálni, hogyha meg éppen arra volt szüksége. Most, hogy többször említetted a nyári olimpiát, nekem az az érzésem, hogy talán még soha nem kapott ekkora figyelmet téli olimpia, legalábbis itt az országunkon belül, mint ahogy most, és ez nyilván azért a Liu testvéreknek, illetve a short tracknek is köszönhető, de talán egy kicsit azért most más a megítélése ennek a világversenynek, mint ahogy korábban volt a nyári olimpiához képest. Remélem, és persze nyilván nagyon kell az, hogy legyen siker, és akkor az emberek odafigyelnek, mert azért azt senki nem szereti, amikor sikertelenek vagyunk. Mindazonáltal én azt gondolom, hogy egy magyar alpesi sízőtől, vagy egy magyar sífutótól az, hogy mondjuk ugye a Kékesi Marci tudott lenni 33. és 34. az óriási dolog alpesi síben, 80-as mezőnyben, vagy az, hogy Kónya Ádám, vagy Pónya Sára, mondjuk szegény, tehát abszolút, tehát semmi nem támogatta, hogy neki a verseny el kell indulni, és is fog érni. Szóval ezek nagyon nagy dolgok innen Magyarországról. De persze kell az, hogy legyen siker, és lehessen tapsolni. De talán az is változik, hogy azt érzékelem, hogy kicsit az emberek felfogása is megváltozott, hogy sokkal jobban értékeljük most már azt, hogyha valaki a saját magát tudja legyőzni. Igen, tehát nem csak arany, ezüst, bronzban tudnak most már a magyar emberek sem gondolkozni. Tehát én imádom ezt a példát, hogy 1896 óta, az első nyári olimpia óta, ez jó kis kérdés, hogy hány magyar ember jutott el olimpiára? Hány ember jutott el olimpiára? Hát ilyen 5 és 12 ezer közötti válaszok jönnek. Az összesen 2701 néhány ember. 1896 óta. Benne lenni ebbe a 2700-ba, különleges státusz. Fantasztikus dolog. És én is a mobban, amennyire ráhatásom van, igyekszem ezt erősíteni, hogy az óriási dolog, főleg ma, amikor olyan kvalifikációs versenyek vannak, amilyenek, óriási dolog, ha valaki egyet ott tud lenni. Ez így van. Nekünk nagyon kellett örülni, hogy 14 magyar sportoló tudott kvótát szerezni. És ezt nagyon meg kell becsülnünk. És ezt persze jó volna fölemelni. De mindegy, lényeg az, hogy talán azt gondolom, hogy a magyar szurkolók is másképp nézik a magyar sportot, és másképp látják, hogy mi az, ami teljesítmény. Neked mi volt a katarzis két végpontja? A legjobb és a legkevésbé kellemes? Hát nyilván a legkevésbé kellemes az, hogy amikor az a Sanyi-féle eset volt, akkor volt szerencsém ott lenni, hát dolgom is volt, de ott voltam, láttam a versenyt, végizgultuk azokat a perceket, amíg nézték a videót, és figyeltem, hogy a Sanyi vajon hogy viselkedik, hogy örül, vagy izgul, vagy próbáltam én leolvasni róluk, hogy mi bízzunk, vagy ne bízzunk, és hát nem hittük el, hogy ez el fog úszni, és egy borzasztó érzés volt. És néztem a Sanyit, amikor kihirdették az eredményt, hogy őt kizárták a versenyt, hogy mit csinál, hogyan viselkedik. És akkor elindult a bíró nem messze állt a kijárattól, tehát ahol a légiről ki kellett menni, és a Sanyi elindult felé, és csak így széttárta a karját, és aztán nem ment oda hozzá. Uh-huh.
és hanem fölvette a korcsijavédőt, és kiment. Szóval nagyon klasszul viselkedett, de ez nagyon rossz volt ott végigélni és végignézni. Ami meg a másik véglet volt, az nyilván az az aranyérem, ahogy az Ádó megnyerte ezt az egészet. Ez olyan szinten leuralta a mezőnyt, hogy az valami egész, mint hogyha más kategória indult volna, vagy más kategóriába versenyeztek volna a többiek. De én azt gondolom, hogy sportesemény lenni mindig nagyon jó, és amikor egy magyar versenyzőnek lehet szurkolni, az fantasztikus. Tudod, miért jó, hogy nem csak sportolókkal, hanem veled is sikerült beszélgetni, mert te nem indultál versenyen, nem lettél sem első, sem mondjuk 76-dik, hogy milyen jó, hogy kijutottál, és mégis át tudod adni azt az elképesztő szenvedélyt, ami az olimpiával kapcsolatban az embernek ott van. Hát, mert a magam fajta, és nyilván sok szurkolója az mániás. Tehát, hogyha ott lehet egy versenyen, akkor ott van. Tehát kérdezték, hogy mit látsz a városból, akkor amikor ki lehetett menni. Semmit, nem. Tehát a városba bármikor vissza lehet menni. Tehát amikor a 2008-as pekingi olimpia volt, akkor is azt csináltuk, hogy 16 napig sport, és aztán ott maradtunk még 5 napig, még ott lehetett maradni turistás, és akkor megnéztük a nagyfalat, meg mit tudom én. De amíg sport van, addig megyek. És őszintén szóval most is ezt csináltam, hogy amikor megtehettem, mert éppen nem volt magyar vonatkozás, esemény, rendben voltak a dolgok, meg ugye ott van az embernél a mobiltelefon, akkor kimegy olyan verseny. Voltam curlingen életemben, milyen egy curling a helyszínen. Jó. Kiment. Hát érdekes volt, bár azon a kevés sportág egyike, ami a tévé jobban követhető egyébként. De meg voltam hoki meccseken, szóval igen, a magam fajta az megy, az föl kell, az nem alszik, mert aludni majd utána is lehet. Az összes többi élményedet a következő adásban beszéljük majd meg, mert lejárt az időnk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. A nézőknek pedig köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. Viszontlátásra! Mm-hmm.